Hát igen, kurtág jött. Szóval mondjuk az én generációmból is rengetegen jött. Mert nem Magyarország volt ott, hanem az volt ott, amit akartunk volna. Igen, nem Magyarország volt ott. Mert ez így félben maradt. Szóval a lényeg az, hogy ezt a barátságos, kedves, vidám gesztust úgy viszonozta a rendőr, hogy így alulról álba rúgta a Baksát, ezt a vékony, cérnaszál vékonyságú, gyenge fizikumú embert, kirángatták, és körülbelül 5 óra múlva találtuk meg az országúton összeverve. Ez is volt. Ez is Magyarország volt. Hát igen, mondjuk rohantunk, volt ott egy ilyen nagyobb vendéglő, ahova hosszan ilyen nagy asztalhoz befértünk, és valamilyen egyszerű kaja meg ital, és akkor volt valaki mondta, hogy most, és akkor mindenki talpra, és elég jól futottam, én is akkoriban. Ugye azért ezt lehetett tudni, hogy azért nagyon üldözték ezt a kápolnát, ez úgy ki volt PC-zve. Hogy is hívták azt a rendőrt, aki ezt szervezte? Szabó László. Szabó László, igen. Most magam nem az Ne csinálj reklámot neki, jó? Elég volt, elég volt. Kár, hogy nem hívta meg a Galántaiőt. Nem jött volna. Lehet, hogy a Szent Jobbi Tamásnak igaza van, nem lehet meghatározni, vagy ki tudja, hogy most ennek milyen hatása van, de én úgy érzem, hogy azok, akik ott fontosat tudtak produkálni, azok mind a mai napig ugyanúgy fontosat produkálnak, mert hát itt az Éva azt mondta, hogy most rosszabb, mint akkor. Én azt mondom, hogy igazából a feladatuk nem változtak meg. Tehát valahol ez a magatartás konzekvensen tovább vihető. A dolog igazi lényege az, hogy ott egy nagyon fontos dolog valósult meg, és azok, akik ezt megvalósították, körbe kell nézni szerintem mind a mai napig. Ugyanilyen fontosak. Nem volt egy olyan hely, nem volt egy lap, nem volt egy olyan tér, ahol ezt közösen meg tudod nyilatkozni. És lényegében ennek az nevezzük visszamenőleg avantgárd, alternatív, akármilyen kultúrának, ugye ami akkor végül is underground volt, vagy föld alatti volt, ez volt az első olyan intézménye, ami éveken át fönnbírt maradni, és éveken át, a Gyuri ezt bírta tartani, ki tudta játszani állandóan, és éveken át ez a dolog létezett. Tehát tulajdonképpen ennek a kultúrának az első saját intézménye volt. Talán egy ilyen demonstrációs tárgyon, ami így megmaradt az emlékek között, tudnám megmutatni ennek az igazi jellegét. Most itt látunk egy korongot, amelyiken egy kereszt van, Kiemelkedő bordaként, és körülötte azok a térrészek horpatnak látszanak. Ugye? Most fordítok egyet rajta, és szükségszerűen az következik, ha jól látom, vagy ha jól nézem, hogy ez a borda most horpadálynak látszik, illetve a környező területek pedig kidomborodnak. Ez csak akkor fordulhat elő ilyen élmény, ha teljesen sík a felület, vagyis ez egy dot-szerű sík felület. Annak idején ezeket a tárgyakat kiállításra is elküldtem, például egy ilyen őszi tárlatra beküldött kockát szét akartak szedni, göngyölegnek tekintve, hogy talán benne van a szobor. Most ez már egy mostani munkám, amelyik valóban egy dobozban van, egy vörös rész kocka papírból, amelynek szintén ezek a jellemzői vannak, hogy a tökéletesen sima felület horpatnak, illetve kidomborodónak, egy ilyen töredezetnek látszik. Hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket a Harcképek adásában. És a diákkoromban kifejlesztett sajátos eljárással készítem a dolgaimat. Így aztán szinte minden, amit csinálok, fehér. Felteszik a kérdést, mit jelent nálam ez a fehér. Egy határozott kijelentés, vizuális filozófia, vagy az anyag esetleges színéből eredő véletlen. Egy idő után úgy éreztem, a fehér-színes viszonylatról nekem a saját értelmezésemet ki kell nyilvánítanom, és verbális magyarázatoknál sokkal fontosabbnak tartom,
hogy ez a magyarázat vizuális síkon történjék, színes munkák révén. Az én színes reliefjeim létének értelme nem pusztán önmagukban van, hanem a relációban, a filozófiai kontrollban, saját övrön túlnyomó, számbelileg túlnyomó fehérségéhez képest. A múzeum terében elrendezett szobor összeállításához 7 kamerát használtak. A látogatók a mű részeivé válnak, hiszen a kamerák a mozgó lépcsőkre irányulnak, illetve a bejárati forgóajtók fölé vannak szerelve. A látogatók tehát más látogatókat figyelhetnek a monitorokon. Az emberek azonban csak akkor sejtik, hogy kamerák lestek rájuk, amikor megérkeztek a kiállító térbe. A fémrudakra erősített kamerák tehát a paraziták, azaz az élőstények, ahogyan a címmel a művészek is utalják. A monitorokat szemlélő nézők a felfüggesztett domború tükröket és a szétboncolt székeket figyelve a látszólag felborított gravitáció részesek. Vannak finomságok, amelyek jelentősek alkotói szempontból. Az anyagnak az érintése szempontjából, ami ahhoz hasonlítottam, mint a festészetben a Van Eyck testvérek felfedezés az olajfestéssel megváltoztatta az egész leképezési módot. Vannak a dimenziók, tehát, hogy mit tudom én, ha csak ezt a falat vesszük, akkor ez két dimenziós ez a fal. Viszont itt most már három dimenzióban vagyunk. Most vannak ilyen matematikai világok, amik azt hitték, hogy teljesen absztrakt és semmire nem jók, hogy ez két dimenziós világ, ez itt már három dimenziós világ, de van egy olyan, ami két egyharmad dimenziós világ, és az milyen? Vagy 2,3... Vagy 2,3... 3487-es dimenzió. Most ezt persze áttételel valamilyen számológép meg képet csinál belőle, és ez kiderült, hogy ezek a képek elvégre talán a reális világot mutatják meg legjobban.